Több európai országban is elhalasztják vagy eltörlik az idei érettségi vizsgákat a koronavírus miatt. Azt, hogy itthon mi lesz, egyelőre nem tudni. Több pedagógus szervezet is azonnali választ vár a kormánytól, egy online felmérés szerint a diákok pedig aggódnak. Annyit tudok én is, hogy tegnapi napon volt az operatív csoportnak, az oktatással foglalkozó munkacsoportja, és tárgyalt ezt a témát, hogy mire jutott, nem tudom. Hollandiában eltörölték, Szlovákiában pedig őszre tolják az érettségi vizsgákat. Németországban tervezik, Angliában pedig be is vezetik, hogy vizsga helyett megajánlott jegyeket kapnak idén a diákok. Ha meg lesz tartva, az is jó, hogyha nem lesz, az meg az is jó, mert többet tudok készülni. Viszont az tényleg sokak számára nagyon zavaró, hogy készüljenek, hogy nem készüljenek. Igen, bár a legutóbbi kormányinfón Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő azt mondta, jelenleg nem látnak olyan tényezőt, hogy ne lehessen megtartani az érettségit, a pedagógusok szakszervezete, a civil közoktatási platform és a pedagógusok demokratikus szakszervezete mégis nyílt levélben fordult a kormányhoz, melyben hivatalos állásfoglalást kér az érettségi vizsgákkal kapcsolatban. Több lehetőségről hallani, biztosat nem tudunk, nagyon gyorsan kellene most már mondani biztosat. Egy nagymarosi végzős középiskolás 6400 diák részvételével készített nem reprezentatív közvéleménykutatást. Ebből kiderül, hogy a végzős diákok többsége fél attól, hogy a járvány ellehetetleníti a továbbtanulási terveiket. Sokan jelezték azt is, hogy a járványügyi korlátozások komoly pszichés terhet jelentenek számukra, ami megnehezíti a felkészülésüket. Mindamellett nem tartják elégségesnek az érettségi vizsgákkal kapcsolatos tájékoztatást, az információ hiány is nagy terhet ró rájuk. Én, mivel nem először érettségiztetni, tudom, hogy milyennek a folyamata. Én a gyerekeket sajnálom abból a szempontból, hogy ezt a vakugrást, ezt még vakabbul kell csinálni, tehát, hogy ez a zsákban futás most vakon fog megvalósulni. Az érettségi lehetséges formájáról és időpontjáról feltett kérdésünkre az operatív törzstől nem kaptunk választ. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma azt közölte híradónkkal, hogy a járványügyi helyzetre és az érintettek érdekeire figyelemmel a megfelelő időben meg fog születni a döntés, amelyről az érintetteket tájékoztatni fogjuk.